Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké ámen. Kedves testvérem, szeptember 22-e szerda van, a mai napon az evangélium Szent Lukács könyvek a részlete, a 9. fejezet első mondatától a 6. mondatig. Jézus összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se talisznát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok le a város és a port is, rázzátok le lábatokról, vádképpel ellenük. Azok útra keltek, beállták a falvakat, hirdették mindent az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Keresztesen mindig izgalmas, amikor a Szentírást a kezünkbe veszük az evangéliumokat, és mindennek külön hangsúlya van, Jézus összehívta a 12 apostolt. Olyan kérdés, hogy nincsenek mindig együtt, nem Jézus nyomában járnak. Persze az éten felnőtt emberekről van szó, és mondhatnám, mindenkinek megvan a maga tevékenysége, tehát a közösségben is, akkor, amikor összehívja, a konkrét célja az összehívásnak. Az egy dolog, hogy közösségben vannak feladatok, de van akkor a helyzet, amikor a közösségnek egyszerre kell mozdulni, együtt kell elindulnia. Összehívta. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Akkor, amikor Jézus föllépett, az ő első éve a gyógyításokról szól. Nagyon sokakat oda visznek eléje, vakok visszakapják a látásukat, és őket hallásukat, a bénák járnak, és érdekes ez a gyógyítás Isten szeretetébe, akkor ezt a hatalmat Jézus mondhatnám átadja, erőt, hatalmat adott nekik az ördögök felett, és a betegségek gyógyítására. Jézus küldetése elsősorban Isten országának meghirdetése, a gyógyítások, a csodák, amiképpen az előszobája volt mindannak a fölismerésének, hogy valójában benne ott van az üdvözítő, a megváltó. És akkor, amikor ő átadja, mondhatnám, a stafétát, ebben ott van az, hogy most már bennetek általatok működjék a lélek, tevékenykedetek Isten országáért, ördögök felett. Érdekes, amikor Jézus mondhatnám hatalmat, erőt ad az ördögök felett, aminek jelentősége van, Isten országa begyökeresztetek, és igazán Isten erejében tehetek mindazt, amit tesztek. Aztán szétküldtek őt, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. És érdekes maga a motívum az egész történet, akkor összegyűjti, összehívja, utána szétküldte őket. Egy staféta átadásról van szó, és mindenképp arról, hogy bennetek általatok Isten országa működjék. Másod ugye arról beszél, hogy kettesével küldi, aminek jelentősége pont abban van, hogy Isten országa köztük legyen. Ne vigyetek se pénzt az útra, se botot, se talisznát, se kenyeret. Két ruhátok se legyen. Olyan megdöbbentő Jézusnak ez a kitétele, mert hát ha az ember ebbe a világba él, hát semmit nem lehet pénz nélkül, mondhatnám, megszerezni. Ahhoz, hogy önfenntartó legyen, hát ahhoz mindenképp ezekre szükség van. De ebben ott van teljes rágyatottaság Jézusra, az Isten szeretete, Isten gondoskodó szeretetére. Mire is hív az Isten? Persze egyfelől annak a hangsúlyása, hogy minket is küld ebbe a világba, nekünk is erőt, hatalmat ad mindenképp az ördögök felett a betegségek gyógyítására, de különös hangsúlya van, hogy hirdessük Isten országát. És akkor a jelentősége abban van, hogy pont azáltal, hogy bennünk általunk él, akkor, amikor ő maga közösségben kettesével küld, megjelentsük Isten országát. És nem biztos, hogy mindig a szó, mint inkább a jelenlét a fontos. Megjelenteni Isten országát. Semmit se vigyetek. Döbbenetes, megrázó, és az ember érzi ebben az egészben, hogy ráhagyatkozni Isten ország, Isten gondoskodó szeretetére. Az ember rögtön fölveti, hogy persze struktúrázott az egyház, és vannak persze plébániák, nem lehet így egy egyházat, mondhatnám, fölépíteni.
Ettől független ott van ennek a lelkisége és a dolog lényege, hogy semmi sehez ragaszkodjatok. Nyitottak legyetek Isten országába, és semmi dologhoz ne kötődjetek. És igazán itt a hangsúlyt, ne kötődjünk. Egyelő Istenben, Isten országáért. Ha való betértek, majdottok, amíg ott tovább nem utaztok. Izgalmas, hogy Isten országáról van szó, ennek megjelenítéséről, hogy bennünk általunk él közösségemben, plébániánkon, de ott is, ahol jelen vagyunk. Számomra mindig izgalmas, amikor családokhoz járok, család látogatása. Mindig jó valamiképpen a családra rá tekinteni, rá ébredni, hogy mi minden van benne, mennyi erőforrás, és milyen jó, amikor a feleség a férjét, a férje a feleségét szereti, és ebből élet fakad. És milyen jó, ahol tényleg sok gyermek van. De hát nagyon sok vesződtség, kérdés van, kétkedés. Most éppen a gyereket hova írassam be? Lehet, hogy a katolikus iskola egy kicsit távolabb van, lehet, hogy az állami iskola közelebb van. Most akkor mi a megoldás? És persze jó ilyenkor a pappal is esetleg megbeszélni oda-vissza, hogy mit gondol erről. Gazdag tapasztalat, amikor családokat látogatunk, és mindig egy lehetőség a pap számára egy kicsit mögé nézni a dolgoknak. Persze sokakat ismerünk, de hát sajnos magunk is érezzük, hogy felszínesen. A család látogatása az egy lehetőség, hogy valóban kérdéseket föltegyék, és az ember maga is esetleg rákérdezzen dolgokra. Milyen jó is, amikor közösségben ott vagyunk. Ha betértek, nem fogadnak be, rázzátok le a lábatokra, és vádképpen a port. Érdekes, amikor Jézus ezt mondja, mert a jelentőség abban, hogy elutasítják Isten országát benne, elutasítják mindazt, amit hoz. Isten országának megjelenítése az mindig fontos, ami valamiképpen itt és most kívánja, hogy döntsük, ellene vagy mellette. És akkor, amikor magunk is hittel, remélem, szeretettel érezzük, tudjuk és tapasztaljuk, hogy mindenben ott van Isten országának ügye. Számomra megdöbbentő és megrázó tapasztalat, hogy igazán a pandémia után a híven kb. 30%-a eltűnt. És ugye ez, ami szoktak mondani, hogy a nem döntés is döntés, amelyben ott van az, hogy hát lehet, hogy már korábban is ott az előszobában voltak, és most úgy döntöttek, hogy lehet egyház nélkül is élni, közösség nélkül. Drámaja megdöbbentő, változás, ami végbe megy, de valamiképpen minket is arra sarkal még inkább, hogy közelebb lépni a testvérekhez, közelebb vinni Isten országának ügyét családjainkhoz. És a történetnek igazán a csattanója, valójában az utolsó két mondat, ahol azt mondja, útra keltek, beálltak fel, és hirdették az ebben, és megjutották a betegeket. Isten országa bennük áldog működik. Egyfajta van Jézus, aki meghirdeti, és aki átadja az erőt, hatalmat, a másik oldalon van még a fogadás, maga a tanítványok részére, akik el is fogadják, és meg is teszik azt, amire hívja őket. Mire tanít minket az Isten, mire is hív? A mai korszakban és mai időben is minket is arra hív, hogy induljunk el. EUSZ és kongresszus után vagyunk, és különös jelentősége van mindannak, amit ott megtapasztaltunk. De nem azért kaptuk, mint a színeváltozás hegyén a tapasztalatot, hogy fönn vagyunk a hegytetőn, azért lemenjünk és megosszuk embertársainkkal. Hirdessük az evangéliumot, gyógyítsuk a betegeket. Mit is kívánhatnék a Jóisten, hogy Isten országa bennünk által működjék. Adja Isten a hétköznapokban jelenlétünkkel is segítsük embertársainkat. Adja Isten, bennünk általunk Isten országa növekedjék, és másokat is meg tudjunk hívni az egyes közösségbe. Krisztus, ami urunk által. Amen.